Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Rekord GDP növekedés hazánkban. A növekedés mellett figyelni kell a leszakadó térségekre is. A leszakadó rétegek felzárkózását segítik. Programokat dolgoznak ki Baranyában. 17-17 millió forintos felújítás. A Bikali és az Egyházas Kozári iskola épülete is megújult. Országos állatvédelmi programhoz csatlakozik a Pécsi Rendőrkapitányság. Kiemelkedően teljesít a magyar gazdaság, idén a várakozások szerint. A pénzügyminisztérium 7-7,5% GDP növekedést prognosztizál 2021-re. Ebből az adózók is részesülnek, a kormányzat tervei szerint visszatérítést kapnak a gyermekes családok. A gazdasági mutatók alakulásáról, a gazdaságfejlesztési programokról kérdeztük a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát. Rabszabolcs kiemelte, hogy a kiemelkedő eredmények ellenére sem szabad megfeledkezni az ország leszakadó peremvidékeiről. Magyarország elérte a járvány előtti teljesítményét, a következő időszakban marad a növekedési lendület, és rekordmagas lehet a bruttó hazai termék, vagyis a GDP növekedése az idén. Ezt mondta Varga Mihály pénzügyminiszter néhány nappal ezelőtt. A tárca becslései szerint 7-7,5% közötti növekedés lehet 2021-ben. A GDP növekedés okán ugye rengeteg olyan javaslatot fogalmazott meg a kormány, ami a munkavállalókat, vállalkozásokat, akár a magánszemélyeket érinti. Gondolok én itt a személyi jövedelemadó visszatérítésre, ami akár a katás vállalkozókat is ugye 150 ezer forint értékig érinteni fogja. A helyi iparkamara főtitkárát kérdeztük a GDP növekedésről és a vállalkozások fejlesztési támogatásáról. Hogyha a vállalkozások helyzetét nézzük, akkor azt azért le kell szögeznünk, hogy olyan mértékű alapanyag árnövekedés van, és energia árnövekedés, hogy legutóbb a gépipari klaszter taggyűlésen is megfogalmazták a cégek, ez egy 15-20%-os költségnövekmény per év. Tehát van egy cég, akinek 1 milliárd forint az éves kiadása, az most 1 milliárd 200 millió lesz, ebben benne van az energia és az alapanyag. És akkor nem számoltunk még a minimál bérnek a növekményével, ami ugye most 200 ezer forintra nő. Ez pedig húzza maga után a béreket, ezért bértámogatást fog bevezetni a kormány, a főtitkár szerint. Ezzel a kisebb, tőkeszegényebb vállalkozások helyzetén javíthatnak. Rabszabolcs azt mondja, a GDP növekedésünkkel Európában most a legjobb 5 ország között vagyunk. A főtitkár szerint a jó teljesítmény mellett is támogatni kell a leszakadó perifériákat. Ilyen például Baranya megye is, ahol a gazdasági fejlesztéshez külön források kellenek. 633 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 822.705 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, olvasható a koronavírus.gov.hu oldalon. Elhunyt 5 beteg, így az elhunytak száma 30.190 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 785.090 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 7.425 főre emelkedett. 539 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 87-en vannak lélegeztetőgépen. Baranyában szerdán 21 új fertőzöttet azonosítottak, így eddig 29.037 koronavírusos beteget regisztráltak a megyében. Milyen programok mentén segíthetik a következő években a leszakadó rétegeket? Ezek kidolgozására jött létre a Baranya megyei felzárkóztatási fórum. A megyei önkormányzat dísztermében gyűltek össze tanácskozásra a tagok csütörtökön. A megyei önkormányzat elnöke azt mondja, Baranya újraiparosítása, infrastruktúrális fejlesztése a következő évek feladata. Ezzel párhuzamosan segíteni kell azokat, akik ma még hátrányos vagy rossz körülmények között élnek. A Baranyai Felzárkózási Fórum résztvevői találkoztak a megyei önkormányzat dísztermében csütörtökön. A pandémia miatt az elmúlt másfél évben nem tudták képviselni azokat a csoportokat, akiknek a helyzetén szeretnének javítani. Négy kiemelt csoportról beszélünk, romák és mélyszegénységben élők,
fogyatékkal élők, nők, illetve idősek. Az a tervünk, az a célunk, hogy a 2021 és 2027 közötti fejlesztési forrásokhoz itt a megyében olyan együttműködések mentén sikerüljön majd programokat, projekteket kidolgozni, amelyek a korábbiaknál sikeresebben, eredményesebben segíthetik ezeket a csoportokat. Minden megyében folyik az egyeztetés, mondja a szakértő. Baranya megye gazdasági mutatói országos szinten az utolsók között vannak. Ezen kell javítani az újraiparosítással a következő években, mondja a megyei elnök. De nem szabad megfeledkezni a leszakadó rétegekről sem. Széleskörű összefogást hívtunk életre, karitatív szervezetek, köztük roma önkormányzatok, nagycsaládos egyesület és más olyan civil szervezetek intézmények bevonásával, akiknek a csatornáin keresztül összetudunk rakni egy olyan fejlesztési programot, amely a megyei gazdaság megerősítése mellett a legnagyobb, legnehezebb helyzetben lévő, ha úgy tetszik, mély szegénységben lévő baranyaiaknak is hatékony segítséget tudunk adni, elsősorban azzal, hogy a munkavilágába kínálunk nekik lehetőséget. A következő EU-s pénzügyi ciklusban ezért olyan programokra szeretnének támogatásokat elnyerni, ami ezt a célt szolgálja. A konkrét tervek elképzelése kidolgozására hívták életre a felzárkóztatási fórumot. Nagy az érdeklődés Baranya megyében is a Fidesz-KDNP Stop Gyurcsány, Stop Karácsony akciója iránt. Országosan már több mint 700 ezeren csatlakoztak a nemzeti oldal aláírásgyűjtési akciójához. A kampány célja, hogy az emberek nemet mondhassanak a 2010 előtti baloldali politika visszatérésére. Baranyában is népszerű kezdeményezés, a megye több településén, illetve Pécset számos helyszínen található aláírásgyűjtő stand. A bama.hu érdeklődésére Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke elmondta, az aktivisták telefonon és személyesen is felkeresik a választópolgárokat, hogy támogassák a kezdeményezést. 17-17 millió forintból újult meg a Hegyháti Általános Iskola Bikali és az Egyházas Kozári Tagintézménye. A fejlesztésre a Szigetvári Tankerület nyújtott be pályázatot a Magyar Falu Program keretében. Az átadó ünnepségen elhangzott, az elmúlt egy hónapban ez már a 8. ilyen beruházás, amit a tankerületben lezártak. Teljesen megújult a Hegyháti Általános Iskola Bikali és Egyházas Kozári Tagintézménye. A fejlesztés a Magyar Falu Programnak köszönhetően valósult meg, a Szigetvári Tankerület által benyújtott pályázat nyomán. Az ünnepélyes átadón Bognár László, a tankerület igazgatója elmondta, hogy szerencsés helyzetbe kerültek, hiszen az elmúlt egy hónapban 8 hasonló beruházást zártak le más települések intézményeiben. A Magyar Falu Programban kivitelezések ebben az évben történt. Meg. Az elmúlt hetekben három helyszínen történtek átadások, Bükkösdön, illetve iskolában, illetve Királyegyház iskolában, illetve a mai nap Bikai és az Egyházas Kozár iskola felújítását tudjuk átadni. Beszédében Kőműves József Bikal polgármestere hangsúlyozta, hogy amikor 2012-ben a KLIK fennhatósága alá kerültek az iskolák, már elkezdődött az együttműködés az intézmények megújítása érdekében, aminek eredményét most láthatjuk. Jó az iskola, megújult az iskola, kívülről szigetelést kapott, tetőszerkezet, nyilászárok. Tehát beláttuk azt, hogy mind az önkormányzatok, mind a tankerület ugyanabba az irányba megy. Azt akarja, hogy jobb körülményeket biztosítsuk az oktatáshoz, és ez egy baromi jó gondolat. Csak együtt érjük el, hogy jobb legyen. A térség országgyűlési képviselője szerint választókörzetében, főként az északi településeken nem is kérdés, hogy az önkormányzatok örömmel csatlakoznak ilyen és hasonló programokhoz. Hargitai János kiemelte, hogy emellett a pedagógusok megbecsülésére is nagy hangsúlyt kell fektetni. Tudjuk jól, hogy az életpálya modellt, amit azóta a számtalan helyen bevezettünk, azt a pedagógusokkal kezdtük, és azt is tudom, hogy ez már tökéletesen elkopott. Ezért az biztosra vehetik, hogy a következő év elején lesz egy egyszerű fizetésemelés, az még mindig nem fogja önöket kielégíteni, de legalább már lesz valami. És azt is tudom, hogy utána azonnal hozzá kell fognunk ahhoz, hogy az életpályamodát megújítsuk. A Bikali és az Egyházas Kozári tagintézmények felújítására 17-17 millió forintot költöttek a Magyar Falu Program keretében. A beruházásnak köszönhetően modern körülmények fogadják a gyermekeket, akik a tanulás mellett a művészetekben is megtalálhatják helyüket.
A Pécsi Járásbíróság T. A. vádlottat rablás büntette miatt 5 év börtönre és 5 év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte. A megállapított tényállás szerint a vádlott férfi még tavasszal munkahelyjel, állandó jövedelemmel nem rendelkezett, ezért úgy döntött, hogy bűncselekmény elkövetésével fog pénzt szerezni. Ennek érdekében március 24-én a kora esti órákig italozott, majd nem sokkal zárás előtt belépett egy trafikba. Az alibi vásárlás után az eladóra szegezett egy körülbelül 15 cm-es penge hosszúságú konyhakést, és felszólította őt, hogy rakja bele egy szatyorba a kasszában található pénzt. A vádlott 140.500 forintot vitt el a trafikból, amit a nyomozóhatóság lefoglalt tőle. Az ügyész, a vádlott és a védő is 3 munkanapot tartott fenn a fellebbezés esetleges előterjesztésére, így az ítélet nem jogerős. A rendőrség nagy hangsúlyt fektet az állatvédelemre, ezért a Pécsi Rendőrkapitányság csatlakozott egy országos programhoz, mely azt igyekszik népszerűsíteni, hogy az állatkínzás és az ehhez kapcsolódó egyéb cselekedetek vagy mulasztások már törvényesen szankcionálva vannak, vagyis bűncselekménynek számítanak. Ezért a héten kitelepültek Pécs legnagyobb bevásárlóközpontjába. Ezek a fiatalok nagy érdeklődést mutatnak az állatvédelem iránt. Vitális Ágnes, a Pécsi Rendőrkapitányság megelőzési alosztály vezetője és munkatársai kellő információval látják el a jövendő gazdikat és azokat is, akik csupán kíváncsiságból látogatnak el a kitelepült rendőreinek standjához Pécs egyik bevásárlóközpontjában. Ma már törvény van arra, hogy végrehajtandó börtönbüntetés és kiszabható az állatot bántalmazóra. Ebben a kampányban mi fölkerestünk óvodákat, iskolákat, nyugdíjas klubokat, hiszen úgy tűnik, hogy az idősebbek egy kicsit másképp szocializálódtak még, és egy kicsit másképpen viszonyulnak az állatvédelemhez. Megpróbáljuk az ő figyelmüket is fölhívni arra, hogy a mai világban már mit jelent az állattartás, akár a haszonállattartás, akár úgy, hogy házi kedvencként tartanak állatot, mert sajnálatos módon azt kell tapasztalnunk, hogy nagyon sok esetben kell közbelépnie nem csak az állatvédőknek, hanem a rendőrségnek is. Most már ezt megtehetjük ugye jogszerűen, hogy közbelépünk olyan esetekben, ahol egyértelműen bűncselekményről van szó. Nem csak a házi kedvenceket tartókra vonatkoznak a törvény által szankcionált szabályok, hanem mindenkire, aki gerinces állattal kerül kapcsolatba, így a védett és a nem védett madarakkal való bánásmódra is. Ugyanakkor a felelős állattartást nem lehet eléggé hangsúlyozni, nem csak a bántalmazás számít bűncselekménynek. Sokan úgy gondolják, hogy úgy tartják az állatokat, ahogy ők akarják. Tehát amikor félméteres láncon látunk kutyát, fedél nélkül, tető nélkül, víz nélkül, élelem nélkül, akkor ugye ez egyértelműen állatkínzás. Nem csak az az állatkínzás, hogyha bántalmaznak, ütnek, vernek, rúgdosnak egy állatot, hanem az is, hogyha nem biztosítják számára az élethez szükséges körülményeket, a megfelelő körülményeket. A rendőrség akkor is segít, ha valaki elveszíti az állatját. A felmerülő kérdésekre, mint például milyen teendők vannak ilyenkor, milyen hatékony módszerre lehet keresni, ehhez megfelelő tanácsokat is kap az állatgazdája. Kitüntették hősies helytállásáért a pécsi Hotter Tamás tűzoltó törzsőrmestert. Éppen szabadnapját öltötte, amikor autózás közben észrevette, hogy a vele szemben haladó kocsi vezetője vezetés közben rosszul lett, és járművével megállt az út közepén. A törzsőrmester félreállt, és az ájult sofőr segítségére sietett. Hotter Tamás határozott szakszerű fellépésével megakadályozta, hogy az eset tragikusan végződjön. Hősies helytállása elismeréseként az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatója elismerésbe részesítette. A piros-feketében játszó Szentlőrinc a fehérmezes listavezető Szombathelyi Haladás együttesét fogadta a Merkantil Bank Liga MB2 tizedik fordulójában szerdán Kaposváron. Az első félidő során többször is közel jártak a házigazdák ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést. A 23. percben Tamás László, aztán Németh Márk sem talált be, majd Grumics lövését védte a vendégek kapusa. Végül Németh Márk lőtt a haladás kapuja mellé. A második félidőben aztán nem tudott rátenni még egy lapáttal Marians Luka együttese, de a vendégek sem tudtak felülkerekedni. Így egy harcos, kemény, de nem túl izgalmas 45 perc végén maradt a 0-0-ás eredmény. Ez azonban azt jelenti, hogy mind a Szentlőrinc, mind pedig a haladás továbbra is veretlen a mezőnyben. Marians Luka együttese a 7. döntetlennél tart, és 16 pontjával a 8. helyen áll az MB2-ben. Összességében azt mondom, hogy egy értékes pontot szereztünk. Büszke vagyok a csapatomra, mivel megint ez, amit megbeszéltünk mérkőzés előtt, ez nagyon szépen teljesítik a pályán. Csak én azt mondom, hogy összességében egy kicsi hiányérzetem van, mivel
ez a kiváló teljesítmény miatt megérdemeltek volna egy gól. Csak olyan rangadók szoktak lenni, és én azt mondom, hogy teljesen meg vagyok elégedve ezzel, amit láttam, tehát egy jó rangadó volt, csak egy dolog hiányzott, a gólok. A hétvégén várhatóan jelentősen megnő a belváros látogatottsága a Zsolnai Fényfesztivál programjain, ezért a Tükebusz egyes járatai gyakrabban közlekednek majd október 1-én és 2-án. Az egyedi és országos hírű rendezvényen múzeumok, a belváros ikonikus épületei és templomok kapnak különleges öltözéket a Zsolnai Fényfesztivál idején, amely érdeklődők sokaságát vonzza a pécsi belvárosba. Ennek érdekében a 3-as és 8-as járatok október 1-én és 2-án az esti órákban gyakrabban közlekednek. A Kertváros irányába 30 percenként közlekedő 3-as átlagosan 15 percenként közlekedik, a Fagyöngy utca irányában 30 percenként induló 73-as járatokat pedig kiegészítik a főpályaudvarról induló 8-as járatok. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Befejeződött az idei Magyarok kenyere 15 millió buzaszem program, melynek keretében 3 tonna lisztet adományoztak 3 Tolna megyei civil szervezetnek. A 11 éve indult kezdeményezés már annyira népszerű lett, hogy a diaszpóra különböző területeiről is érkeztek gabona adományok. Idén több mint 9000 kiló buzát adtak össze a Tolna megyei gazdák. Megtartották a Magyarok kenyere 15 millió buzaszem program záró ünnepségét Szekszárdon. A 2010-ben indult kezdeményezés keretében Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarok lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók, magyar gyermekeket segítő szervezeteknek, határainkon innen és túl. Közel 100 000 magyar gyermek és család mindennapi kenyeréhez járulva ezzel hozzá. Vendég Edith, a NAK Tolna megyei elnöke elmondta, hogy az idei aszályos időjárás nem kedvezett a gazdáknak, de ennek ellenére nagy volt az adakozási kedv, és így közel ugyanannyi termény gyűlt össze, mint a tavalyi évben. 91 gazdálkodó adományozott, és ennek a 91 gazdálkodónak köszönhetően 9,3 tonna búza adomány gyűlt össze. Ami örömteli hír, hogy 3 szervezetet tudunk megajándékozni ebből a mennyiségű lisztből. Mindegyik szervezet 1-1 tonna lisztet fog tudni szétosztani a rászoruló családok részére. Ez a 3 szervezet pedig a Dunamenti Polgári Egyesület, a Gyulaért Alapítvány és a Paksi Karitás csoport. Utóbbi egyesület képviselője úgy nyilatkozott, nekik ez nagyon nagy segítség. Közel 150 rászorulót támogatnak. Az ilyen adományoknak mindig nagyon kell örülni, hiszen a rászoruló embereken való segítség az minden ember számára egy igen nagyon nagy karitatív dolog. Berta Zoltán, a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke elmondta, örül, hogy részt vehetnek az adományozásban, hiszen Tolna megyében ők látják el a civil központi tevékenységet is. Széleskörűen van kapcsolatunk a megyei civil szervezetekkel, illetve a közösségépítő munkánk eredményeként rendezvényeink kapcsán nagyon sok emberrel, nagyon sok közösséggel vagyunk kapcsolatban, tehát megfelelő rálátásunk van arra vonatkozóan, hogy hol vannak azok a személyek, hol vannak azok a családok, ahol ez a segítség, az az adomány jól jöhet, nagy segítséget fog jelenteni. Az eseményen részt vett Zsikó Zoltán, a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program Tolna megyei nagykövete is. Szimbolikus jelentősége is van ennek a programnak, hiszen a magyar nyelvterületről, a Kárpát-medencéből és a Párciumból jöttek össze ezek az adományok, és ezeket az adományokat, lisztadományokat összeöntjük, és ebből készül a liszt, és tulajdonképpen nagyon szépen szimbolizálja azt az egységet, amelyben mi magyarok és a magyar gazdák gondolkodnak. Az adományozó okleveleket Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, és Horváth István, Tolna megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője adta át a civil szervezeteknek. Horváth István beszédében köszönetet mondott a gazdáknak, és a megyei összetartozás fontosságát hangsúlyozta ki. A mostani program is egy olyan adományozás, amikor Tolna megyei gazdák ingyenesen felajánlották a termésüknek egy részét, amelyben Tolna megyei malomban búzát töröltek, amiből liszt lett, és a megyében 3 civil szervezet több száz Tolna megyei rászoruló családnak juttatja azt a liszt adományt, amely egy pillanatra is, de az adott családnak, illetve közösségnek az életét egy kicsit ünnepibbé teszi. A program első évében 2010-ben 10 tonna gabonát tudtak gyűjteni,
Ez mára már több mint 100-szorosára nőtt, így meghaladta az 1000 tonna gabonát. A vadászati világkiállítás részeként szervezik meg idén a nemzetközi bojlis horgász versenyt a Balatonon. A pénteken kezdődő 9 napos megmérettetés a világ leghosszabb horgász versenye lesz. A bojlis módszer eredeti célja, hogy nagytestű pontyokat fogjanak ki a horgászok. A verseny szervezői idén fokozottan figyelnek a környezet védelmére, ezért előírták, hogy egy-egy csapat legfeljebb mennyi csalit használhat. Maga a bojli egy főzött csali, ami állati és növényi eredetű fehérjéből és szénhidrátokból van összerakva. Ez takarhat hallisztet, ráklisztet, tintahallisztet, szóját, különböző magokat, a repcétől, a kendertől, akár a kukoricáig. Így néz ki a halak és a horgászok egyik kedvenc csalia. A méretnek és az összetevőknek csak a fantázia szabhat határokat. Ez egy ugye vízálló történetről beszélünk, és akkor még itt bent egy szúnyogháló van. Akkor ez így néz ki. Ahogyan a horgászok mondják, a bojlis pecázás életforma, mint sem sport. Elsősorban nagyméretű pontyokra vadásznak, amelyek legkedveltebb lelőhelye a Balaton. Maga a bojlis horgászmódszer, amit a balatoni verseny alatt is alkalmazunk, ez egy behúzós horgászmódszer, tehát ez egy nagyon sok felszerelés kell, csónakok, botok, sátrak, és láttátok itt ágyaktól elkezdve minden. Nagyon-nagyon fontos része a bojlis horgászatnak az önmagában nem csak maga, amivel horgásznak a bojli, hanem maga a helykeresés. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy megtaláld azt, hogy maga a nagy pontyok, hiszen a Balatonnak nagyon-nagyon gazdag a halállománya, és ebből a nagy halállományból csak a nagy pontyokat fogjuk meg, hiszen a versenyünk célja is az, hogy az 5 darab legnagyobb 10 fölötti halat mérlegeljük csak, és ezeket fogjuk meg, illetve ezekre vadásznak a fiúk. Ha ne adj Isten beszakad, akkor az ólom súlyt azt el tudja hagyni maga a hal, ne húzza rá saját magával. Erre a horgászati módszerre egész iparág épült, és számtalan versenyen mérettetnek meg a horgászok. Akár csak a pénteken kezdődő nemzetközi balatoni bojlis horgászversenyen, amelyen Jan Dániel már 3. alkalommal indul csapatával. Mint mondja, igazi erőpróba lesz a 9 napos verseny. A halfogás az ami miatt izgulunk, nézzük, hányadikak vagyunk, aktuális hely, le kell reagálni nagyon sok mindent, a szomszédot figyelni is szoktuk, ugye, mert hát ugye azt is lereagáljuk, ha mi nem fogunk halat, ők fognak halat, hogy mi az a távolság, teszem azt, vagy odébb kell raknunk a szereléket. Tehát úgymond gondolkozós tud ez lenni. A szervezők idén fokozottan figyelnek a környezet védelmére, ezért előírták, hogy egy-egy csapat legfeljebb mennyi csalit használhat. De magán az MBBH-n be van korlátozva maga a behordható csalik, illetve bojlik mennyiség, és ez nagyon fontos, hogy nálunk a magokat egyáltalán nem is engedjük semmilyen formában ennél a versenynél használni. A nemzetközi balatoni bojlis horgászversenyen több mint 120 csapat indul, elsősorban hazai résztvevőkkel. A 9 napos megmérettetés Tihanytól Fonyódon át egészen Balatonszárszóig zajlik majd. Kirándulásaik finanszírozására kezdtek papírgyűjtésbe a bátai általános iskolások. A gyerekek már egy héttel ezelőtt plakátokat helyeztek el a településen, amelyekre azt írták, akinek van felesleges papírja, ma tegye ki a háza elé, és ők összegyűjtik. A kezdeményezéshez sokan csatlakoztak. Volt például olyan vállalkozó, aki már január óta gyűjtött a diákoknak. Izgatottan nézték át a gyerekek az iskola udvarán felhalmozott rengeteg régi könyvet és kiadványt. Az érdekesebbek közül volt, amit haza is vittek. A bátai általános iskolában szerdán minden a papírgyűjtésről és annak újrahasznosításáról szólt. A gyerekek már egy héttel korábban plakátokat ragasztottak ki a faluban, hogy akinek van otthon felesleges papírhulladékja, azt tegye ki a háza elé, ők pedig összegyűjtik. A leadott hulladékért kapott pénzből pedig minden osztály kap majd. Amire fordítjuk ezt az egészet, az kirándulásokra, gyereknapra, tehát ezt mind a gyerekek kapják vissza ugyanúgy, amiért ők ugye megdolgoztak, nem is idézőjelben, mert igazándiból megdolgoztak, ahogy szedik össze a papírt. Ez pedig már egy külső helyszín. A diákok egy csoportja jól összehangolt módszer alapján szedte szét a nagyméretű kartondobozokat, amiket egy helyi vállalkozó gyűjtött nekik össze. Először is szét kell szedni, és akkor utána így valaki így felpakolja és elviszik az iskolához. Bátán rengetegen ajánlottak fel papíradományt a helyi általános iskolásoknak. Az egyik helyi vállalkozó például már január óta gyűjtött a gyerekeknek.
sok papírhulladék keletkezik. Mondtam, hogy összegyűjtjük egy épületnek egy nem használt részébe, hogy majd jótékony célra felhasználhassuk az általános iskolának, amikor papír gyűjt. A diákok által összegyűjtött papírt csütörtökön konténerbe pakolják, hogy elszállítsák egy átvevő helyre. Ilyet viszont egyre nehezebb találni. Míg néhány évtizede az általános iskolás osztályoknak rendszeres bevételt biztosított ennek a hulladéknak a gyűjtése és leadása, mostanra már alig van cég, amelyik fizet a papír hulladékért. A Bátán összegyűjtöttet például az Alföldre szállítják. A régió hírei után fontosabb baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Rekord GDP növekedés hazánkban. A növekedés mellett figyelni kell a leszakadó térségekre is. A leszakadó rétegek felzárkózását segítik. Programokat dolgoznak ki Baranyában. 17-17 millió forintos felújítás. A Bikali és az Egyházaskozári iskola épülete is megújult. Országos állatvédelmi programhoz csatlakozik a Pécsi Rendőrkapitányság. Pénteken már több lesz a napsütés, de nyugat, észak-nyugat kivételével még gyakran megnövekedhet a felhőzet, viszont csak néhol fordulhat elő átmenetileg kisebb eső, zápor. A délkeleti szél észak-nyugaton élénkülhet meg, több helyen párás, ködös lesz a reggel. Hajnalban 6-12, majd napközben 16-21 fok várható. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!